Letették az alapkövét a Vasas Sportklub labdarúgó edzőközpontjának. A beruházása a tervek szerint 350 millió forintból valósul meg. Berendi Pál, Bundzsák Dezső, Csordás Lajos, Farkas János, Ihász Kálmán, Mészöly Kálmán és Váradi Béla. Ők heten akár egy Vasas Álomcsapat gerincét is adhatnák, de most csak a nevüket adják egy Vasas Álomhoz. 2009-re egy vadonatúj edzőkomplexum épül fel a Fáy utcában, amelynek két műfüves pályáját az említett Vasas legendákról nevezik majd el. A cél egyértelmű, az Egyesület 100. születésnapjára, 2011-re nőjön föl egy újabb aranygeneráció. Egy újabb Berendivel, Bundzsákkal, Csordással, Farkassal, Ihászsal, Mészöllyel és Váradival.